Igen, itt Reptile beszél. Máv, cukablett. Végre! Nincs több éjszakai munka a pizzériában! Végre egész nap kényeztethetem magam. Ez gyors volt. Frissen főzött kávé illatot érzek. Akkor Reptile megint gyümölcstát főzött. Nem valami biztató ez a citromlé. Maradok inkább az instant kávénál. Jó reggelt, Reptile! Ugye milyen üdítő érzés kora reggel, hogy nem kell többet éjszakáznunk egy... Hey, hát neked meg mi bajod van? Jó reggelt neked is, Medieval. Attól tartok, hogy az éjszakázásnak még nincs vége. Lenne még egy utolsó munka, de ez egy kicsivel másabb lenne, mint az eddigiek. Hát, miféle munka lenne? Lefordítom Reptile szavait. Kizár dolog, hogy bevállaljuk. Eddig minden este életre kelt valami medve, nyúl, róka vagy pingvin, és vagy egy átkozott ruhába akartak betuszkolni, vagy szellemírtósat játszani és megpróbálni kinyírni, vagy ami rosszabb, ellopják a kocsim gumiait. Igen, tudok ezekről is, nagyon sajnálom a történteket. De ez a mostani nagyon fontos is. Tényleg ez lenne az utolsó megbízás. Mind a kettőtökre szükségem van ma éjszakára az új éttermünkben. Természetesen honorálnám egy hihetetlen nagy jutalommal. Ne nézz így rám, én nem vállalom be. Kérlek, Medi, ez egy új étterem és az összes animatronik deaktiválva lesz. Tudtok tévét is nézni és korlátlan pizzát ehettek. Medi, tudod, hogy kell a pénz office számlájára, meg ki kell fizetünk Nana csoki elvonóját is, különben visszaesik. Na jó, vállalom. De lenne egy feltételem. Hú, ennek nagyon örülök. És mi lenne az? Ezer hála, hogy bevállaltátok, srácok! És remélem nincs semmilyen fenntartásotok az új étteremmel. Amit tudnotok kell, hogy ezt az éttermet már nagyon régen megépítettük, de még nem sikerült megnyitni, mert nem volt még akkora elterjedése a brandnek. Egy nagyon régi raktárépület helyére épült. Előtte meg valami PCS vagy BLM, a franc sem emlékszik rá. A lényeg, hogy egy befutcsolt cégé volt. A raktárban találtuk meg ezeket az animatronikokat, amiket felújítottunk és elküldtük az összes többi éttermünkbe. Na, szerintem nem is fárasztalak titeket a többi unalmas részlettel, a lényegre térek. A vezérlőterem a legújabb high-tech számítógépekkel rendelkezik. Innen szinte mindent lehet irányítani. Arra kérnélek titeket, hogy óránként nézzetek rá a panelekre, hogy semmi se legyen aktív hajnalban. Nem tudjuk még, hogy hogyan reagálna a teljes étterem az aktiválásra, ezért hívtunk egy szakembert, aki csak holnap reggel tud megérkezni. Legyetek éberek is, vigyázzatok nagyon mindenre. Sok sikert és jó éjszakát! Most már kizárt, hogy bármi meglephessen minket. Ez az, jöjjenek csak nyugodtan, adok majd én nekik kenyeret. Hát, nem igazán sietik el. Lehet, hogy csak sminkelnek. Mi sminkelnek? Polírozzák a szemüket, vagy mi a rák? Nyugi, Medi. Inkább kőpapírolóval döntsük el, melyikön menjen először előjáratozni. Rendben. Nem is tudja, hogy én verhetetlen vagyok kőpapírolóban. Ez pár éve jobban ment. A horrorfilmek első szabálya. Nem megyünk semmilyen csalogató fény vagy hang irányába. Úgyhogy hátraarc. Medi! Deaktiválva vannak. Ezt én is tudtam. Fúj, szerintem megromlott itt valami pizza, annyira szarszag van. Jep, ezek nincsenek bekapcsolva. Gyere, nézd meg te is.
Jól vagy, Medi? Nem érzem Stanley-t. Gondolom, ezt már sok nő mondta neked. Rohadj meg inkább, segíts visszajutnom. Alig szerintem nem fog működni. Keres egy lépcsőt és gyere vissza felfelé. És még csak véletlenül se nyúj semmihez. Ismerős nekem ez a hely, de vajon honnan? Vajon erre van a lépcső? Oké, ez biztos nem a lépcső. És még csak véletlenül se nyúj semmihez. Lehet, hogy most igazam a reptilnek, és tényleg nem kéne semmilyen ismeretlen gombot megnyomnom. Ha-ho? Van itt valaki? Uramisten! Ki az a szörnyetek, aki ilyet tesz? Simasós vajas kukorica? Hogy ilyen undorító fűszerekkel remteni egy jó adag kukoricát? Ki van itt? Figyelj, ezt a legundorító kukorica van nálam. A szemem! A vaj is a showmarja a szemem! Mondtam, hogy undorító az a fűszerezés! Elmenekül! Töröm meg gyorsan a szemed és fuss utána! De levelem, te túl bonyolított lapozó vagy! Remélem, ezt nem hallotta meg. Senki. Ezek a Pentium 3-asok. Bezzek, ha kék halált kapok, annál gyorsabb már csak a fénysebesség. Te atya, úr, isten! Ezen a helyen született az összes animatronik! Biztos vagyok benne, hogy eljött a... Furcsa számot érzek. Van itt valami furcsa? Nem! Tudjuk, hogy ott van. Gyere! Nincs is senki, csak egy kis egér. Cin. Cin! Uram, atyám, itt van az összes animatron felsorolva. A róka, a medve, a nyúl és a bagoly. Megkönnyebbültem. Ez is biztos deaktiválva van. Engedem a kezem, engedem a magyizó kezemet, ha nem csak magyizékedem, az meg nem fogom tudni használni a tarpítős életemben! Ó, hogy lenne pisztránk a szemetek, ha én hányom vagytok? F***a, már csak ez hiányzott. Majdnem olyan, mint az új. Azt a kurva! Hát ez van vagy 40 emelet! Hát leszakod a lábam, mire felérek a tetejére. Hát úgy látszik, nincs más választásom.
és zárjátok el az összes kiáratot! Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet? Mi van, ha nem is ő a kiválasztott? Én csak elnyugodtam, hogy ő lesz az. Most pedig menj, támasz fel az összes animatront! Igenis. Kitalálta ki a lépcsőket, basszus kulcs? Jaj, bakker. Oj, ezt még egyszer nem csinálom végig. De végre legalább felmásztam az étterembe. Végre vége ennek a réma... Hogy érzel ennyire szörnyapos? Te ki a rák vagy? Ez most komoly! Sziasztok! Ezáltal szeretnénk megköszönni Boginak, az egyik kedves rajongónak, akivel a nyári mondokonon találkoztunk Reptile-al, és ezt a csodálatos ajándékcsomagot készítette nekünk. Nagyon szépen köszönjük, és ahogyan megígértük, beletesszük egy különleges videóba az ajándékát. Köszönjük szépen még egyszer!